Maximalista vagy az írásban? Természetesen. Milyen elvárásaid vannak itt magadhoz képest? Vagy milyen hogy az olvasó ne tegye le soha a könyvemet. Végül is, amikor az ember ír valamit, amire azt mondják, hogy jó, az valahonnan olyan helyről jön, ami szinte megfoghatatlan. Közeg mindenképpen kell hozzá, mentor szerintem nélkülözhetetlen hozzá. Tehát nem cél, hanem segítség, vélemény, szakmai megbízható vélemény. Én anélkül jóformán nem is tudok írni. Azt mondta, olyat írjon, amitől beszakad az asztal. Jaj, ne szemérce! És sikerült olyat írni, amitől beszakadt az asztal. Nem én vagyok. Az, aki főz és ételt tesz mindenki orra elé, és csak ezzel foglalkozik, és mindenkinek megfelel, és a gyerekek, és a férjem, és én vagyok a férjemnek a felesége. Uh-huh. Nem. Én Tamás Kincső vagyok, és én író akarok lenni. Ez itt a Pertú, háromszék legközvetlenebb portré podcastje. Különleges karakterek, érdekes életutak, motiváló, példaértékű tevékenységek, és persze jó sztorik. A házigazda Máté Kincső. Vannak az életben olyan helyzetek, amikor határozottan utolér bennünket a déjà vu érzés. Talán ez a mai Pertú is egy kicsit olyan lesz, ugyanis újfent egy gyógyszerész ül itt velem a stúdióban, ráadásul egy olyan gyógyszerész, aki nem egy, hanem egyenesen három kötetet is kiadott. Sziasztok, ez itt a Pertú, és valóban egy kicsit déjà vu hangulat lesz így a műsor legelején, de garantálom nektek azt, hogy csak az első néhány percben, utána nagyon színes világokat fogunk bekalandozni, ugyanis nem más, mint Tamás Kincső, klinikai szakgyógyszerész, illetve novellista és írónő van itt velem. Szervusz, kedves! Szia, Kincső! Megpróbálom összeszedni a hangomat és minden mást is ahhoz, hogy ez egy szokásos, méltó beszélgetés legyen. Tényleg déjà vu érzésem van. Borcsa Imolára gondolok abban a pillanatban, amikor kicsit felemlegetem, hogy voltam már szerencsés gyógyszerész írónővel beszélni, de az az igazság, hogy a te munkásságodat egy picit régebb óta is ismerem, illetve hát a talán a druszasság miatt is egy fokkal közelebb áll hozzám az egész világ, amit te képviselsz. Nagyon sok színes dologról szeretnék veled beszélni, az életedről, a csodaszép házról, ahol élsz, és egyáltalán a regényekről, amelyeket kiadtál, illetve ki fogsz adni. Na de mindenek előtt gyere, mesélj nekem arról, hogy mennyire szokatlan, vagy mennyire ismerős ez az egész közeghelyzet itt beszélgető státusban. Szereted-e te az ilyen kérdezfelelek játékokat? Szeret. Na, az jó, akkor jó helyről indulunk. És akkor, ha megfelelő helyről akarjuk indítani az egész történetet, és nem véletlen hoztam szóba a druszasságot, drága Kincső, akkor azt kell, hogy mondjam, ha a regényedet olvasom, ha a Facebook oldalodat görgetem, egy kicsi hasonszörűséget vélek felfedezni. Úgyhogy gondoltam is, hogyha lesz rá lehetőség, felteszem a nagy kérdést, hogy te például hiszel-e abban, hogy a név az meghatározza az embert? Én azt hiszem, hogy bele lehet nőni egy névbe. Ugye foglalkoztat ez a dolog, te is tudod, hogy Jókai találta ki ezt a nevet, és azt is tudod, hogy a kínai hangzás után vette ezt a nevet. Hát amikor engem kereszteltek, ez a névválasztás azért történt, mert ugye egy ritka név volt. Különleges? Különleges volt és ritka, és kevésbé gyakori, mint most. Én belenőttem a nevembe, de az ember belenőhet a csillagjegyébe, belenőhet bármibe, amihez hasonlítani szeretne, vagy amivé válni szeretne, ami megtetszik neki. Szerencsés dolog, ha valakinek tetszik, vagy elfogadja a saját nevét. Rendben, nem volt gondod vele? Nekem például gyerekkoromban nagy bajom volt, hogyha megöregedem, akkor mi lesz? Hát a Kincső mama az, hogy hangzik. Neked ilyen típusú gondolom? Nekem ennél nagyobb problémáim szoktak lenni. Addig legyek boldog, amíg ennyi volt nekem. Igen. Teltek az évek, gyűltek az én bajaim. Még gyerekként is nagyobbak voltak ennél a problémák. Na, de gyerekként akkor mi volt az a nagy probléma? Vagy mik voltak többes számban az azok élet a problémák? Nagy problémája. Azok már ilyen fiatalon gyerekként is érdekeltek? Igen, igen. Kiskamaszként már érdekelt. Érdekelt a filozófia, érdekeltek az élet nagy kérdései, mi van a halál után, mihez kezdek az életemmel, és többek között akkor alakult ki bennem ez a kép, hogy én az erdőn szeretnék élni, és írni szeretnék. Uh-huh. És ez a kép, ez annyira erős volt bennem, hogy az életemet végül is elég gyorsan elsodort ebbe az irányba. Igen, ez gyakorta megfogalmazod, amikor hasonló interjús helyzet van, hogy te ezt nagyon-nagyon tudatosan ebbe az irányba akartad terelni az életedet. Tehát te írni akartál, sőt, ilyeneket is mondtál, hogy te meg akartál volna élni ebből, aztán volt az a pillanat, amikor rá kellett jönni, hogy
hát ez nem biztos, hogy az a szakma, amiből anyagilag is stabilan lehet létezni itt nálunk Erdélyben legalábbis. Szerencsés vagyok, hogy legalább megpróbálhattam megélni ebből. Vagyis, hogy bejártam ezt az utat is, és láttam, hogy nem működik. És akkor az ember visszatértem ugye a megélhetési szakmámhoz, ami egy remek szakma, tehát nem bánom egy percig sem, nem biztos, hogy most újra nekifutnék a gyógyszerészetinek, de teljesen rendben van, elfogadtam, hogy én ebből élek. Jól tudom, mert hogyha nem gyógyszerész, akkor most inkább állatorvos lennél. Szerintem jól tudod. Ugye? Igen. Azt hiszem, hogy te és a nagybetűs állatok, mint gyűjtőnév, az ilyen nagyon szoros, szeretetteljes kapcsolatban létezik. Most főleg ez sugárzik, mondom, regényeidből, és egyáltalán abból az életvitelből, amit te folytatsz. De gyere akkor egy picit szintén vissza a kanyarodva a gyerekkorhoz, ez ott gyökeredzik, oda nyúlik vissza. Mert ha jól tudom, akkor homorodalmáson nagyszülőknél teltek a nyarak, és ott nagyon sok állat, meg egyáltalán kétkezi munka. Egy kicsit mesélj nekem ezekről az évekről. Hát ezek inkább vakációk voltak, mint évek, de annyira megszerettem a falusi életet, vagy ezt a természet közeliséget, vagy az egyedül létemet a természetben akár, hogy például téli vakációkban is, amikor nem lett volna annyi munka, hogy kötelező hazamenni a falura, nálunk az volt a haza, az édesanyám szülőfaluja. Ugye mi nem csak passzióból jártunk oda, hanem mert egyszerűen akkora volt a gazdaság, hogy a nagyszülők ketten nem tudták megcsinálni az összes munkát, illetve hogy onnan hoztuk az élelmiszerek nagy részét. Tehát az ott a mi éléskamránk volt, amiért meg kellett dolgozni, és ez egy olyan természetes, normális dolog volt, hogy akkor most miért kapálunk répát és pityókát? Hát azért meg kell adni a disznóknak, mert a disznót levágjuk, és akkor megesszük. Nem volt kérdés, hogy ezt kellett csinálni, vagy sem. Duzzogtunk, morogtunk persze, nem szerettük. Ki szereti gyerekként? Jajaj, 30 fokban a mezőn, egész nap egy ebédszünettel, egy fürdési szünettel, egy akármivel, és a nap legnagyobbik része munkával telik kellemetlen körülmények között. Még akkor is, hogyha négyen voltunk unokatestvérek, és remekül feltaláltuk magunkat, és nem egyedül szenvedtünk ott a napon, hanem négyen vagy hárman legalább, és meg tudtuk osztani a szenvedéseinket és bánatainkat, és azt is, hogy ugye itt volt egy adott szabadság is gyerekként is már, illetve amikor jobban igényeltük tinédzserként, fiatalként, este oda mehettünk, ahova akartunk, és remek ifjúsági élet zajlott homorodalmáson akkoriban. Csárdás est volt, diszkó volt, ha nem, akkor is ott volt a kocsma, nem is egy, hanem kettő, és nyáron összeverődtek városról az elszármazott fiatalok. Igen, nem is egy akkora nagy falu, hogy ne ismerjen mindenki mindenkit, fele rokon, mert ugye az igazi falusi családok azok nagy ágakat tudnak maguk mögött. És hát, ha késő éjjel is értünk haza, úgyis reggel fel kellett ülni a szekérre, vagy kellett venni a kapát, és mentünk a mezőre. Aki este leányaz. Igen, pontosan. Kikiméltek, amennyire lehetett, tehát nagymamám úgy költött minket, hogy gyertek, mert a puliszkát keverem meg. Ez volt az utolsó csengő, hogy most akkor reggeli, és utána indulás. Nem lehetett tovább húzni az ágyban fetrengést. És akkor hazamentem falura téli vakációkban is. Ezek még maradandóbb emlékek maradtak, amikor én egyedüli unokaként voltam ott, és mindenki más városon maradt vakációban. És akkor is volt munka, mert nagymamám ludat tartott, és töltöttük a párnákat és a dunyhákat falun. Nem telik el úgy nap, hogy nem dolgozunk télen sem, illetve kukoricacsuhéból fonttuk a lábtörlőket. Tudod ezeket a falusi lábtörlőket, ami mindig elhasználódik, ami fogyóanyag. És akkor azzal dolgoztunk, de nem foglalta le az egész napot olyan formán, mint nyáron a takarás vagy a kapálás, mert az megy reggeltől estig, ott mese nincs. Ha az idő jó, akkor menni kell. Igen, volt az a pillanat, amikor rendesen imádkozott az ember, hogy kicsi eső, na csak hogy ma ne kelljen egy kicsit kimozdulni. Akkor ott egy-két órát tollasztunk, vagy valamit csináltunk, és foghattam a kutyát, és nekivágtam a valamelyik domboldalnak. Mentem a hóba télen, amíg a bakancs elkezdte sérteni a sarkamat. És ott akkor az volt a jel, hogy most visszafordulok, mert hazáig fogja sérteni a sarkamat, tehát most ennyire legyek csak szigorú önmagamhoz. De nyáron is, és amikor lehetett télen is, akkor volt a több idő, képes voltam egyedül nekivágni a semminek, a mezőnek, csak azért, hogy egyet sétáljak, és azért, hogy egyedül kint legyek a természetben. Na most már
Volt olyan, akkor is volt már olyan, hát a tacskómat mikor kaptam érettségire, tehát 18 pluszos voltam, amikor egyszer elkaptak juhászkutyák, most már nagyon veszélyes például az én környékemen, gyalog egyedül, én nem is mernék elindulni, és most már így 40 pluszosan eljutottam arra a szintre, hogy nem kell féljek a csobánkutyáktól, mert van egy lovam, és az ő 4 magas lábán állok, és akkor ketten nagyon vitézek vagyunk, jöhet akármi. Az az a bátorság magas iskolája. Úgyhogy ezt a természetjárásomat egészen magas szintre fejlesztettem, mióta van a ló, mert be tudunk járni naponta 20 és kilométert, és hát élménynek sem utolsó. Én remélem egyébként, hogy erről a Larisszás történetről, mert mondjuk el, hogy Larisszának hívják igen, a lovadat, kicsit részletesebben még fogunk beszélni, viszont még egy gondolatig visszakanyarodok azért a gyerekkorhoz, és itt fogok nyúlni először a pertu dobozomhoz is. Van-e sejtésed, hogy vajon miért van itt ez a doboz, mi a szerepe és mi a dolga neki? Hát túl üres és hosszú lenne ez az asztal, ugye? Csak úgy egyedül. Remélem, hogy benne van mind a 3 megjelent kötetem, de nem... Ki tudja, nem vagyok meggyőződve. Akkor mondom azoknak, akik esetleg először látják, hallgatják a pertut, vagy nem tudják, hogy ennek a doboznak az a titka, meg a játéka, hogy vannak benne tárgyak elrejtve, és ezek a tárgyak, nagyon bízom abban, hogy eszedbe juttatnak egy-egy történetet, vagy egy-egy szép emléket a te életedből. A te történeted kapcsán is összegyűjtöttem egy jó párat, és most elő fogok venni egy tárgyat, csak téged is, mint mindenkit arra kérlek, hogy próbálj meg nem lesni, hogy ne lásd, hogy még mi van a dobozban. És nagyon-nagyon óvatosan, hogy véletlenül se borítsam fel, mert azt mondják, hogy a vajas kenyér, de rendszerint a lekváros kenyér is mindig a lekváros felével lefele esik, most már ide nézhet. Óvatosan vettem ki, ez egy szelet lekváros kenyér, olyan igazi, és egyébként tényleg igazi. Szilva lekváros. Házi kenyérrel és szilva lekváros. Igen, az igazi falusi lányok ezt így felismerik egyből. No, vajon ezt a lekváros kenyeret én neked miért hoztam? By the way, és apropó gyerekkor. Hát nem tudom, hogy te nekem miért hoztad, de hogy mi jut eszembe róla, amikor végeztünk a nappal, és szekéren haza kellett menni, a szekérderék szénában ott a maradékot uzsonna gyanánt megettük. Így van. Hazafelé. Így van, nagyon jó. Ez nagyon volt a lekváros kenyér. Ez így vagány. Akkor jó, mert helyben vagyunk. Mert egy kicsit valóban akár a gyerekkorra, akár ez a szénacsinálós időszak, ugye nyaranta, vagy egyáltalán a kétkezi munka égisze alatt, de mégis csak egy picit arra próbáltam reflektálni, és egyszer, mint terelni a beszélgetést. Fél gondolattal már említetted, hogy ott a nagyszülőknél, Almáson, ti mindig ugye, vagy rendszerint 4 unokatestvérek voltatok, te és a tesód, illetve 2 unokatesó. Engem nagyon-nagyon érdekel ez a négyes, vagy ez a négyes felállás, amikor összeverődnek, mondhatni a gyerkőcök, később a fiatalok, mennyire tudja az ember jányának az életét meghatározni egy ilyen közös együttlét, és tényleg ugyanabba belenevelődés? Hát annyira, hogy például nekem a mai napig ők a legközelebbiek, pedig elég jól szétsodródtunk egymástól, inkább azért, mert mindenkinek saját családja lett, vagy a testvérem, a bátyám meg térben sodródott nagyon messzire. Ő Amerikában igen, van, igen, ő egészen 10 órányi különbségre van. De hát olyanok voltunk, mintha testvérek lennénk abban a szerencsés felállásban, hogy úgy születtünk, hogy 80, 81, 82, 83, jaj, mint az orgonasípok egymás után, tehát a korkülönbség gyakorlatilag egy-egy év volt mindenki között. És általában klikkesedtünk minden nyáron keresztbe, soha senki a saját testvérével nem volt jóban. Csapatokat formáltunk, és hol egyik nyáron így, másik nyáron másképp keresztbe, és akkor egymás ellen általában. Volt egy ilyen visszáskodás is? Persze, hát ahol 4 vannak, ott klikkesedés van, ott csapatok háborúznak egymás ellen, ahol meg 3 vannak, állítólag nem ismerem azt a felállást, de egy ki van zárva igen, valamilyen szinten. Igen, mindig lemarad, igen. Igen. Mit mondjak, a bátyám volt az egyetlen fiú, most egy kicsit irigyeltük őt a kiváltságai miatt, ő volt a legnagyobb is közülünk, de mindent ő csinálhatott elsőnek. Ő tűrhette az első szekér szénát, tehát ő rakhatta az első szekér szénát, amit rendesen tűrésenként meg kell rakni, és akkor fentről ugye a kötőrudat, meg mindent. Akkor mit csak néztük, hát de miért azért, mert ő fiú. Na ez az, már kikérjük akkor megszületett ez, na akkor valahogy ráfogtuk, hogy ő a legnagyobb, valahogy így, akkor az ilyen kritikus helyeken, ahol nem igazán maradtunk fenn a nagy szekér szén a tetején, hanem gyalog kellett lejönni, egyedül ő maradhatott fenn a szekér szénál, mi meg kutyagoltunk mellette, mint a lefokozott királylányok.
Nagyon jó volt. Nagyon jó volt nekem. Ma is ők a legközelebbiek. Most is tartjátok, gondolom, azért intenzíven a kapcsolatot. Intenzíven nem, de bármikor bárkivel beszél, bárkivel ugyanott vesszük fel a szállat, ugyanazon a hangon, tehát nincs eltávolodás, az egység megmaradt. Az egység, az egymás érzése, az egymás nagyon-nagyon mély ismerete, elfogadása, ez amit szerintem én barátokkal az életem folyamán soha senkivel nem tudtam megvalósítani. Tehát nem is testvéreim, de teljesen olyanok, és sokkal-sokkal több, mintha barátok lennénk. No, ez valami nagyon szép viszonyrendszer lehet. Igen. Az egyik, az unokahúgom két lányának keresztanyja is vagyok például, és elutaztam értük Temesvárra, holott én nem utazom. Igen, igen, azt hallottam, hogy nem szeretsz. Csak munkaügyben és kötelező családi eseményekre utazom, de a két leányka keresztelőjére elutaztam. Egyébként, ha már ez szóba kerül, gyere, akkor fejtsük meg egy életre, hogy miért nem szeret Tamás Kincsi utazni? Ez mi miatt van? Mert nem szeretem ott hagyni a gazdaságomat. Jaj, nincs kire bízzam. Olyan egyszerű. Ilyen praktikus okai vannak. Aha. Én reggel kell foglalkozzak az állataimmal, délután rájuk kell nézzek, illetve vannak az állatoknak elvárásai felém. Például a tyúkok várják, hogy engedjem ki őket legelni. Hát persze. A lóra is szeretek ránézni, hogy minden rendben van-e, bár ő kitartana egyedül estig, és akkor este megint van egy ilyen, bezárom a tyúkokat, megetettem a lovat, felöltöztettem a lovat, megetettem a kutyákat, és reggel kezdődik előről. Kiengedem a tyúkokat, megnézem a lovat, megetettem a lovat. Igen, most már annyiszor szóba került a ló, hogy én akkor ki is veszem azt a tárgyat, amit Larissa kapcsán hoztam, és nem véletlenül egy patkót tartok a kezemben, ami egyértelmű utalás persze a lóra, úgyhogy most már nem is árulunk zsákba macskát, de még egy fontos dolog miatt tényleg egy kicsit ilyen rendkívüli a patkó kérdése a ti esetetekben, mert ha jól tudom, akkor Larissa nem hord patkót, vagy nem visel patkót, nem visel vagy patkót. Ezt így mondják-e helyesen? Így mondják, mivel nem visel patkót sehogy sem, mondjuk nincs megpatkolva. Nincsen neki patkója, nincsen megpatkolva. Viszont, ha jól tudom, akkor, és erre is valószínűleg valahol van egy szakzsargonszerű meghatározás, de hogy a pedikűr részét te csinál. Ez hogy nevezik? Körmölésnek körmölés. Nevezik, igen. Igen, én ma vágom is a körmét. Valamit, igen. No, hogy és egyszer mind utalva arra, hogy a ti viszonyatok Larissával az valami nagyon különlegesnek tűnik kívülről, meg egyáltalán. Hát azért kéne minket lássál, mert veszekedünk. Igen, körömvágás alatt, igen. Tehát fel kell emeljem néha a hangomat, és néha csúnyán beszélek, és fenyegetem, hogy meg fogom ütni, ő meg teszi magát, hogy most akkor úgy meg van ijedve. Tehát van még mindig egy kis viszálykodásunk, amit én sose láttam a profival szemben. Tehát a profival szemben nem meri ezt megcsinálni. Na, de hát ő kancal neki. A kancák azok különleges lovak. Nekik vannak elvárásaik, és pretencióik, és ilyen figuráik, és szeszélyeik, és mindenféle, amit én meg is bocsájtok neki, de hát nyilván nehezebb a munka, hogyha folyton kirángatja a lábát a kezemből. Uh-huh. Na, és mindig eljátsszuk ilyenkor játsszuk el legélesebben ezt a hatalmi harcunkat, hogy kié az a láb, az övé vagy az enyém, ki rendelkezik felette. És akkor jó, egy darabig mondja, hogy az én lábam, én le akarom tenni a földre, mert én úgy kényelmesebben állok, hagyjál békén, én ennyi ideig nem fogom neked tartani, vagy engedni, hogy ott te tartsad. Az érdekes, tudod, hogy, és egy kicsit akkor beszélünk akár arról is, hogy mondjuk nem csak a körmözésnél, hanem mondjuk például sima lovaglásnál, vagy egyáltalán a hétköznapi létezésnél is ez a dominancia harc, ez kijön? Nincs. Akkor nincs. Most már csak itt maradt meg. Hát vannak lovat tartani. Vannak, tehát hogy ő neki van elképzelése, hogy ő hol szeretne menni, és van elképzelésem, hogy én hol szeretném, hogy menjen. És akkor természetesen én igazítom arra, hogy én hol nagyon ritkán engedem, hogy lássam, hogy mégis mi van a fejében, tiszta kíváncsiságban, és mindig bolondságokat csinál. Úgyhogy van, tehát ő neki van egy saját akarata, ezért mondják, hogy ha unod a biciklit, akkor vegyél egy lovat, mert az ugyanolyan, csak neki van egy elképzelése arról, hogy hová akar menni. De ez már nem harc. Ez már nem harc, ez már csak beszélgetés. Ez már csak kommunikáció,
Már csak értekezünk arról, hogy... Mennyi ideje van meg neked? Adó? 4 éve van meg. 4 éve? Igen. Júj, elszállt az idő, mert én még emlékszem arra néhány. És a gyerekek is, hogy megnőttek. És a ráncaik. Hát igen. Arról nem beszélünk. Na, de 4 év, 4 csodás év egy lóval, azt el kell megmondani, hogy ugye neked nincs istáló odahaza, erre se tudom, hogy mondják szakszerűen, úgyhogy segíts kérlek ezekkel a szavakkal, de hogy akkor úgy képzeljem el, hogy ott a szabadban van, télen, nyáron. Mindig szabadon van, igen, mindig szabadon van. Ahhoz, hogy, mert azért valljuk be derekassan kincső, hogy egy önálló csaj tiszta egyedül neki fog egy szem lovat tartani, úgy, hogy mindent is lám a körmözést, és mindent is megtanul hozzá, amit meg kell tanulni, az azért nem egy ilyen totál átlagos jelenség. Tehát viszonylag azért kuriózumnak számít. Neked ez az egész őrület, vagy szenvedély, vagy szeretet, ez honnan jött az életedbe? Ilyen szinten, hogy akkor igenis rászántad magad, és meglett a ló, és 4. negyedik éve boldogan együtt éltek, néha dacosan, na de. Így születtem. Ez ennyire egyszerű újfent. Ez az nem az első lovam, Larissa, nem az első nem lovam. Nem neked? Na, ezt nem tudtam, hogy volt korábban lovad. Na, akkor mesélj nekem arról, hogy milyen lovad volt korábban. Egy nagy fekete lovam volt korábban, akit hollónak hívtak, most már nem él sajnos, valamilyen tisztázatlan betegségben elhunyt. És mivel én, ez a dolog azért is nőtte ki magát ennyire, mert nem volt hozzáférésem lóhoz. Nagyapám bivajakat tartott, 3 bivajunk volt, azzal mentünk, bivajas szekérrel mentünk pityókát szedni, meg azzal vitték ki a kaszálógépet, lekaszálták, aztán majd nem is tudom már, mivel bivajas szekérrel hazahorták a szénát. Mikor felszámolták a kollektívet, akkor a beszolgáltatás után járt neki 3 tehén, és egy vemhes kancát kapott, az lett az első lovunk 91-ben. Uh-huh. Akkor kaptuk vissza az állatállományt, ugye? Született annak egy csikója, mindegy, igás lovak voltak, lettek, foghattam a kicsi gyerekként a gyeplő végét, vagy foghattam a gyeplőt, amikor úgy volt, ülhettem mellette a vakon, amelyik lóra fel lehetett ülni, a kancára felülhettem, de ez minden volt nyilván, csak nem lovaglás. Minden bőrdarabot összeszedtem, a minden padlásó, mondtam, ez nyereg, mama, ez nyereg? Nem nyereg, édesfiam, az ilyen kapca, a nagyapád dolgozott, nem tudom, milyen gyárbas, a lábára tette, nem tudom. Biztos nem nyereg? Te nagyon akartál lovagolni. Nagyon szerettem volna lovagolni, de hát nálunk nem jöhetett szóba ilyen, hogy most lovagló leckéket veszek, vagy egyszer elvittek, igaz, 3 évesen korcsolyázni, és akkor 4 kézláb lemásztam a pályáról, és most sírtam, többet nem vittek korcsolyázni. És nem igazán jártunk kirándulni sem, mert nekünk ott volt hétvégén a munka falun, és nyáron ott volt a munka, és abban az időben még nem voltak ezek a helikopter szülők, tudod, hogy fogod, és visszaedsz magánul, nem baj, kicsi fiam, mit szeretnél csinálni, csak mondjad, viszlek, hozlak, fizetem. Nem így működött akkor még abban az időben a gyerek-szülő viszony, illetve az egész társadalom teljesen más volt, szóval nem lovagolhattam. Hozzá kell tegyem azt is, hogy édesanyám is gyógyszerész, és nagyon féltett. És akkor volt ez a halogatás, majd fiam 5-től, majd fiam 9. osztálytól, de hát a nem tudom ki is lovagol, és Somjon, és nem tudom hol, és irigyeltem persze, aki lovagolhatott. És aztán végül, mikor az egyetemet elvégeztem, és rezidens gyógyszerész lettem Kolozsváron, ott egy kocsmában összeismerkedtem egy kalotaszegi emberrel, férfival, akinek szintén ez volt a szenvedélye, és éppen lovat vett. És akkor elkezdtünk, elvitt Sztánára, ott kezdtem lovagolni. Úgy feltettek a ló hátára, és menj. Ott tanultam meg ügetni, ott kezdtem érezni, hogy mi, hogy működik a lovon. És nem is telt el egy év sem, került egy eladó ló, én felvettem gyorsan egy bankkölcsönt, és vettem egy lovat. Jaj, nagyon jó. És az életed első bankkölcsön? Életem első és egyetlen bankkölcsöne volt, amit 3 évig húztak, havonta 100 lejt a fizetésemből. Ez nem olyan. Nem fájt különösebben, és akkor megvettem azt a lovat, és én nagyon-nagyon boldog voltam. És ő volt akkor holló? Ő volt holló, igen. És jártunk aztán még, csak közben jött az, hogy nekem sürgősen gyerekek is kellettek, és akkor az rögtön átvette a prioritást. Persze. Az életemben, és úgy elsodródtam a lótól, a lovat ott hagytam, szabadon élt egész életében, a 6 éves korától a 20 éves koráig, amíg elhunyt, ő is hatalmas legelőkön, gyönyörű élete volt,
És még gyerekekkel is voltunk a Vigyázón, a Legyászán autós, lovas kiránduláson, úgyhogy félúton egyik átült az volán elől a lóra, hogy mindenki vezessen is, és lovagoljon is, és vittük a gyerekeket sátrastól mindenestől. Akkor ez át is adódott nekik ez a ló iránti szeretet, vagy ők, ha már ebben nevelődtek bele, akkor... A fiamat egyáltalán nem érdekli. Nem. A lányommal pedig újra kezdtem a lovaglást nulláról, amikor az apja beíratta Benedek mezőn lovagolni, és végül is csak én hordoztam legtöbbet. Mondtam, most itt egy órát üldögéljek a napon, és fekszem, és nem csinálok semmit, jó, átnézek egy kéziratot, de mindig nem lehet lefeküdni a földre, és javítani egy kéziratot. Hát akkor járok én is vele, úgyis kellett segítsek neki nyergelni, meg mindenfélét, egy 7 éves törpécske volt, aki egyből nagy lovon kellett lovagoljon, és nyilván egyedül nem tudott semmit csinálni, és nyilván senkinek nincs annyi ideje, hogy minden kicsi gyereknek nyergeljen, és lovat pucoljon, és mindenféle. Úgyhogy akkor együtt lovagoltunk 3 évet Abigaillel. És azt például látod, egyfajta újratanulás volt akkor neked? Újra tanultam, igen, mert kiderült, hogy amiről én azt hittem, hogy tudom, az semmi. Nem tudok semmit. Igen, a hivatalos keretekben már lehet, hogy valami más fér be. Na mondod, hogy a fiadat nem érdekli. Ez meglepő, hogy legényként azért az ember azt gondolná, hogy a fiúk egy kicsit több vonzalmat éreznek a lovak iránt. De... Hát ő más iránt érez vonzalmat, ő a fegyverek iránt érez vonzalmat, őt más dolgok foglalkoztatják. Ő meg úgy született. Tehát ezen nincs mit... Csűrni, csavarni, nincs, ez még nincs. Így belefér. Na, de most megleptél, látod, ezzel a volt már korábban is lovad, mert akkor talán még egy fokkal erőteljesebben fogalmazódik meg bennem a kérdés újfent, hogy áll oda egy nő csak azért, hogy ő úgy szeretne lovagolni, ténylegesen vásárolni, hitelből magának lovat, eltartani, vigyázni rá, és akkor ezek szerint most már a második, mert az én olvasatomban, tudod, hashtag falusi leány alapon, valóban igavonó állatként van ott a lelki szemeim előtt, olyan állatként, amihez a férfiak értenek, amire a csőszlegények ülnek rá, tudod, adott ponton. Ez ilyen, nem tudom, mintha az önállóságnak lenne egy egész határozott megmutatkozása. Nem az. Nem az. Hát olyan csinálok, amit nem sok interjú alanyot csinál, visszakérdezett. Na, gyere. Neked nincs az életedben semmi olyan, ami még nem teljesült be, mert te nagyon fiatal vagy, te is nagyon fiatal vagy, de ami nélkül úgy érzed, hogy nem vagy teljes. De hát persze, hogy van. Ilyen volt nekem a ló. És az, hogy mindig rendelkezzek fölötte, hogy az én időmből én döntsem el, mikor foglalkozok vele, mikor ülök lóra, soha ne függjek senkitől, senkinek a programjától, lovától, idejétől, kedvétől, időjárástól, akármitől. Ez az én életemben a ló. Ha nem lenne az életemben a ló, most ez itt egy ló, látod, azelőtt szerettem egy másik lovat, és ezután fogom szeretni a következő lovamat. Mert a lovak nem élnek annyit, mint mi. Remélem, hogy ezt a lovat még túlélem. De az én életem lóval teljes. Ennyi. Ez a válasz. Ez így akkor érthető, mert akkor az lett volna a kérdés, látod, hogy viszonylag honnan a bátorság egyáltalán egy ekkora kalandban nekifogni, de így, hogy visszakérdezzel, tudom, hogy akkor az meg már zsigerből jön. Tehát olyan természetes és evidens, hogy te ezt meg tudod csinálni gond nélkül. Abszolút. Nem is kérdés. Abszolút. Ó, nagyon jó. Nagyon jó. Na jól van, Larisszától, Hollótól és egyáltalán a lovaktól egy picit még vissza a te élettörténeted különböző szakaszaira. Ha jól tudom, akkor volt egy kis kalandod képzőművészeti osztályban is. Festészet, rajz, szobrászat, ezen a vonalon indultál el, aztán egy kis csavar után lett belőle Mártonáron, és talán ott kezdett el fogalmazódni meg benned a gondolat, hogy esetleg, nem tudom, édesanyja szakmáját átvenni, és gyógyszerészetben gondolkodni? Jól lövöm be az időintervallumot? Igen, 11-es voltam, amikor, hát akkor már ideje is volt eldönteni, hogy mi akarok lenni. És akkor döntöttem el, hogy igen, akkor gyógyszerészetire megyek. Azonnal osztályt is váltottam, magánórákat vettem, vagy vettek nekem kémiából, és ráálltam erre a vonalra, amit nagyon gyorsan és a lehető legrövidebb idő alatt abszolváltam is. Édesanyám abban az évben alapította a saját cégét, ami saját gyógyszertárat működtetett, tehát adott volt eleve egy logisztika, egy kilátás, egy vonal, amit
egy ló, amit megülhetek adott esetben. Illetve láttam, hogy ezt annyira nem volt a szívem csücske semmi a gyógyszertárban, tehát ne képzelje el lelkes gyerekként a dobozokat, a számlán pipálom, hogy 5 doboz ez, 6 doboz az bejött, és anyuka ezt hova kell tenni, nem érdekelt egyáltalán. Ha kellett segíteni, nem szívesen tettem, és nem szívesen hordtam a dobozokat a helyükre. Gyerekkoromban és nagyon sokáig, még az egyetem után sem tudtam elképzelni, hogy én tényleg ezt fogom csinálni, és azért mentem rezidens gyógyszerésznek. Itt álljunk meg egy gondolatra. Mielőtt túlmennénk a történéseken, én gyorsan vegyem elő a jelzés értékkel hozott. Kérlek, mondd, milyen pohár? Berzélius. Ó, köszönöm szépen. Én mindig Bendegúzra gondolok, amikor ezt a poharat meglátom, vagy a kezemben tartom. De igen, van ennek egy gyönyörű szakneve. Ezt pont azért hoztam, hogy egy picit részletezzük akár a gyógyszerész szakma kérdésköreit. Semmit nem tudok, és olyan jó, hogy mondod, hogy egy csomó domoszpakolással is jár adott ponton. Igen. De hogy úgy egyáltalán, mielőtt még a kolozsvári évekre térnénk rá, egy picit elmeséled nekem, hogy konkrétan az egyetemen, a gyógyszerészetén mi az, amiről szól az élet, szól a fáma, tehát mit csinál ott egy gyógyszerész tanonc? Mivel, milyen órák vannak, mivel telik az élet? Hát tömjük a fejünket elmélettel. Sok-sok illetve elmélet. Rengeteg elmélet van, illetve vannak a gyakorlatok, amikor vagy kijön, aminek ki kell jönnie, és az szép, amit tudom én, az analitikus kémia, meg egy csomó minden, vagy nem jön ki, aminek ki kéne jönnie. Például volt ilyen, hogy élelmiszerkémia, pont valami lekvár összetételét kellett volna elemezni 4 órán keresztül, végül nem jött ki semmi értelmes és feldolgozható eredmény. Tehát 4 elvesztegetett óra volt a napunkból és az életünkből. De mindazon túl, hogy ott volt ez a praktikus része, hogy a cég, meg hogy látom, hogy ebből a szakmából meg lehet élni. Ugye én lettem volna inkább író, de abból meg sejtettem már akkor, hogy nem lehet megélni. És tanár meg nem akartam lenni, úgyhogy ezt választottam. Az állatorvosiról az édesanyám beszélt le sajnos, én meghagytam magam. Jaj, akkor is szóba került ezek szerint már az állatorvos. Igen, rajzolni meg azért kezdtem el, mert nem volt ló, és akkor kellett rajzoljak kínomba állatokat, meg mindenféle, főleg lovakat. Ezért lettem majdnem képzőművész is, csak az egy másik vonal lett volna. De apropó majdnem képzőművész, én ha jól tudom, akkor Vásárhelyen az egyetemi évek alatt kacérkodtál azzal a gondolattal is, hogy a színére is beiratkozzál. Igen, ez sok minden megfordult már a fejemben. Szertágazó érdeklődési körök, nincs ezzel semmi baj. Igen. Abból aztán végül miért nem lett egyébként? Abból azért nem lett, mert volt az egyik évfolyamon a színén egy orvos színész növendék, és arról mondták, hogy nézd meg őt. Már csak az idő is, tudott, hogy részt venni és jelen lenni mindkét egyetemen, azért a gyógyszerészeti is szinte reggeltől estig tart kisebb szünetekkel. Tehát én emlékszem arra, hogy 6-kor, 8-kor még az egyetemen vagyok. És ugye az órarendet nem mi csináljuk, tehát ott megvan, hogy jössz, mész, ebédszünet, visszamész, és majdnem minden nap. És hogy sem színészként nem találta meg magát, sem orvosként, és hogy végül is elveszett a két erős szakma között, de persze ez is megfordult. De hát az én fejemben mi nem fordul meg? Mi fordult még meg? Akkor gyere, mesélj, hogy hányféle úton indultál el, ha egyéb nem képzeletben? Hát voltam teakereskedő. Aha. Például webshopot vezettem, tehát volt saját cégem. Ezzel is elindultam már viszonylag fiatalon, nem tudtam semmit az üzleti életről, de nagyon rövid ideig ezt is csináltam. Akkor a fiam 6 évesen túl kicsi volt, és nem is akart iskolába menni, úgyhogy tanítónéni voltam, mert otthon oktatásban én tanítottam írni, olvasni és számolni. Igen. És igen. Ez volt a főállásom akkor, hogy én tanítom a fiamat otthon az első lépésekre egy magyarországi iskola tankönyvei szerint rögtön elsősként, aztán azt a fél évet elismerték 0-diknak, és akkor az első osztály első fél évében ő már mindent tudott, és csak így unatkozott. Ó, igen, ó, igen. Ez voltam még házi oktató voltam, teakereskedő voltam. Író is voltam. Vagy? Most mondjuk azt az évet, amikor 2 ösztöndíjam volt, és csak abból éltem, akkor mondhatom, hogy abban az évben csak író voltam. Igen. Mert tényleg jártam a gyógyszertárba, de végül is nem volt szükségem arra a fizetésre, úgyhogy egy időre fel is hagytam a szakmával. Igen, 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 igen. Megint szaladunk egy picit előre, de nincs ezzel semmi baj, csak mielőtt még az írásra terelődne a szó, van itt még egy fontos gondolat, egyszer s mindegy szála a te életednek, ami oda vezetett, hogy te egyáltalán írással kezdjél foglalkozni. Én ha jól tudom, illetve hát többször elmesélted különböző interjúkban már, hogy neked minden is az irodalomról szólt már pici gyerekkorodtól kezdve, kisiskolás korodtól, meg aztán különböző, nem tudom, a szavaló versenytől kezdve a helyesírás versenyig, stb. Ennek kapcsán
hoztam szintén egy tárgyat, és elő is kapom a... Oda néztem. Na, látod, mindenki előbb-utóbb átesik ezen a tűzkerestségen. Egy kányádi verses kötet van a kezemben, kis ügyes válogatott versekkel, illetve itt is bejelöltem magamnak az egyik költeményt, ez a Nyergestető, ami állítólag, ha jól tudom, és remélem, hogy jól tudom, akkor neked volt egy ilyen ikonikus szavaló versenyes versed. És akkor ennek kapcsán is apropóján, egy picit nézzük meg, és avassuk be akár a Perto nézőket, hallgatókat is, hogy hogyan alakult irodalom, és akkor magyar irodalom, meg körtészet, meg helyesírás, meg minden szempontjából a te kezdeti időszakod, elegészen addig, hogy először neki fogtam mondjuk megírni egy novellát. Ötödik osztályban Rengeteg verseny volt. És akkor a tanárok biztatták azokat a diákokat, akiket érdemes volt. Nekem egy nagyon rámenős magyar tanárnőm volt, a férje volt a Hargita Népének a főszerkesztője. Hoppá! És azt hiszem még két gyerekéből is tanár lett, nem akarok hülyeséget mondani, szóval egy nagy név volt, sajnos már nem él, de ő azt mondta, én így el is tudom képzelni, hogy kincsőtem most mész erre a szavaló versenyre. És oda is adta szerintem azt a verset. Ez volt az egyébként? Lehet. De az is lehet, már óvodáskoromban szavaltam. Minden esetre én valahol ötödik osztályban szavaltam Nyergestetőt. És akkor mindenféle versenyre delegált. Amikor kezdődtek a tantárgyversenyek hetediktől, akkor nekem menni kellett tantárgyversenyre, helyesírás versenyre, prózamondó versenyre, meg voltak ezek az éves, mindig a József Attilának a dísztermében a szavaló versenyek, kötelező vers, választott vers, volt olyan, hogy az utolsó szakasszal kezdtem, minden volt, minden volt benne. De hát ez ettől vagány. De általában törtettem, tehát ez kihozta belőlem a versenyszellemet, mindig megvolt az a gárda, aki általában versenyzett egymással, ki lesz első, ki lesz második, ki lesz harmadik, és... Hát sikerélmények, apró sikerélmények, visszaigazolások, amin lehetett menni tovább. Akkor elkezdtem naplót írni egy idő után, jöttek ezek a tinédzserkori szerelmek, azokat valahogy fel kellett dolgozni. A tantárgyverseny szezonok között a naplóírást használtam arra, hogy maradjak szóközelben, saját magammal, fogalmazásilag, nyelvileg maradjak meg ebben a vonalban. Illetve leveleztünk akkor még a nagy szerelmekkel, de barátokkal is leveleztünk rendes postai leveleken, és akkor ott összefoglaltuk, hogy telt a hét, hogy telik a nap, mit érzek ugye a nagy szerelmek, hogy hiányzol, idézetek, versek, mindenféle. Ez volt a legkorábbi fázis, egész addig, amíg, és ugye én csíkszeredai vagyok, a férjem kolozsvári volt, mi ide betelepettünk Háromszékre, nekünk valójában semmi közünk nem volt ehhez a megyéhez, vagy vidékhez. De 11-es koromban itt Szentgyörgyön én nyertem egy országos elsőt magyar irodalom és nyelv, igen, tantárgyversenyen, amivel mehettem volna így félig meddig ingyen egyetemre is ugye magyarból, mert azt elismerték, mint egy sikeres 10-es vizsgát. És mégsem mentem, mégis maradtam a gyógyszerészeti mellett, tehát 11-ben ez volt nekem a versenyzős csúcs a fiatalkoromban, vagy a gyermekkoromban, akkor 17 éves voltam. Emlékszem arra a mámorra, hogy megéltem ezt a várost és ezt a környezetet, és valószínűleg nagyon jó paszban is kapott el az az időszak, hogy én tudtam írni egy olyant, amiből első tudtam lenni. Ez volt az, ami egy nagyot dobott rajtam, aztán a gyógyszerészeti egy kicsit lelassított. De gondolom, ott motoszkált azért a fejedben, ez a szépen fogalmazva írhatnék. Aztán meg színészekkel barátkoztam, és irodalmárokkal barátkoztam, és elkezdtem elég sokat olvasni. Valamennyit bepótoltam a világirodalmi műveletlenségemből az egyetemi évek alatt. És amikor elvégeztem az egyetemet, ugye Kolozsvártra vettem én az irányt, és ott is maradtam. Akkor találkoztam Orbán János Dénessel, aki akkoriban az erdélyi irodalom... Egész komolyan meghatározó alakja volt, igen. És ugye a tantárgyversenyeken is voltak meghívottak, és én már őt onnan ismertem, sőt fel is tettem lényeges kérdést az első kötetei kapcsán, hogy akkor ezzel a kövér Ivettel mi van itt a versekben, itt gúnyolódunk, vagy vicc, vagy mi ez? Amire válaszolt is, tehát ő majd, hogy nem idolizáltam én őt akkoriban,
meg hát a Hümériáda az egy nagyon jó kis induló kötet volt, és még van egy a Találkozás elkerülhetetlen, ott addig követtem, utána már nem a prózát és egyebet. Tehát úgy valaki volt, akire felnéztem, és írtam egy novellát, amit odaadtam neki ugye az ismerettségünk kapcsán, és azonnal le is közölte mindenhol, az előretolt helyőrségben, az Irodalmi Jelenben 2006-ban. Ó, ez nagyon jó. És akkor írtam egy nagyon hosszú verset, mert éppen szerelmes voltam, és arra is azt mondta, hogy ez nagyon jó. És ezek voltak az első komoly lökések az irodalom felé. Ahol... Igen, valószínű, és akkor gyere, esetleg nem tudom, támasz te is alá, de hogy valószínű, hogy kell egyrészt a közeg is hozzá, és ilyen szempontból Kolozsvár egy nagyon jó hely, hogy a fiatal értelmiségi pályakezdők és egyáltalán irodalom, vagy költészet, vagy írás iránt érdeklődők ott olyan nagyon szépen össze tudnak verődni. Ez szerintem az egyik fontos dolog. A másik, ugye a közeg mellett akkor, hogy legyen valaki, aki egy kicsit, ha nem is mentorként, de egyfajta célként, irányként úgy ott lebeghet az ember horizontja, szemei előtt, hogy van egy minta, van egy példa, ha ő meg tudta csinálni, akkor én is, és miért ne jöhetne nekem is össze mondjuk akár egy debütkötet, akár egy komolyabb regény, vagy bármi később. Nem? Nem ez a feltétele? Közeg mindenképpen kell hozzá, mentor szerintem nélkülözhetetlen. Ugye? Hozzá. Tehát nem cél, hanem segítség, vélemény, szakmai megbízható vélemény. Én anélkül jóformán nem is tudok írni. Három is van neked az életedben, ha jól tudom. Legalábbis így emlegeted róluk. Valamit szabad-e tudni, vagy ilyen nagyon titkos? Hát kettő meghalt sajnos, ja, róluk volt. Már bármit lehet tudni. Jó akkor formán. Mesélj nekünk, hogy ki volt az a kettő, illetve most még mindig egy plusz személy. Folytassuk egy kicsit ezt a szállat. Tehát 2006-ban jelent meg az első novellám. Uh-huh. Megjelenhetett volna akkor, csak saját kötethez túl kicsi volt ez a nagyon hosszú szerelmes vers. Én meg nem akartam berakni gyűjteménybe, vagy valami, mondta, hogy önköltségen kiadhatom, de hát én ahhoz túl büszke vagyok, hogy önköltségen a saját munkámat kiadjam, szóval az úgy elsikkadt. És 2006, akkor vettem a lovat, aztán férhez mentem, jöttek a gyerekek, és jött akkor a családi idillnek a megvalósítási vonala, a nagy álomnak a realizálása, hogy akkor a család. Amíg rá nem jöttem, hogy oké, ez egy szerep, de így ebben a formában nem én vagyok. Hogy nem te vagy? Nem én vagyok. Nem én vagyok. Az, aki főz és ételt tesz mindenki orra elé, és csak ezzel foglalkozik, és mindenkinek megfelel, és a gyerekek, és a férjem, és én vagyok a férjemnek a felesége. Uh-huh. Nem. Én Tamás Kincső vagyok, és én író akarok lenni. És akkor voltak a mi házasságunkban ilyen szünetek, amikor majdnem elváltunk, de mégsem. Az egyik ilyen első komolyabb szünetben kezdtem el komolyabban publikálni. Az Irodalmi Jelennél oda voltam bejáratos, oda küldtem be novellát, amit azonnal le is közöltek, és a szerkesztő láthatott bennem valamit, ez Ónagy Zoltán volt, akkor ő ott a prózaszerkesztő, úgy piszkálgatott egy darabig, írtam is vele egészen húsvétig, egészen jó dolgokat. Azt mondta, olyat írjon, amitől beszakad az asztal. Jaj, nesze mérce. És sikerült olyan írni, amitől beszakadt az asztal. Ő ott hagyta a lapot, jött a következő prózaszerkesztő, Mányoki Endre, átvett ő a szárnyai alá, és tovább ő volt a mesterem. A mestert úgy kell elképzelni, hogy írsz valamit, elküldöd neki e-mailbe csatolmányként, és még aznap válaszol, de legkésőbb másnap. Oh. Tehát ezek a mesterek, akikkel állandó és nagyon közeli kapcsolatban lehet lenni, akik válaszolnak a magánéleti problémáidra, az íróként megélt problémáidra, mint ember. Hogy mondjam el ezt? Hogy tehát írónak ébredni, felébredni, hogy író vagyok, és van bennem egy vagy két vagy három nagy regény, de fogalmam sincs, hogy fogjak neki azokat megírni. Uh-huh. Az egy hihetetlen feszültség, és egy hihetetlen konfúzió, és egy elmesélhetetlen állapot, amivel csak azok tudnak kezdeni valamit, akik tudják, hogy mi ez. És azok az ugyancsak irodalomban mozgó, a szellemvilágban járatos,
ezekben az állapotokban otthonosan mozgó és ezeket kezelni tudó mesterek, akik ezt magukra is vállalják, mindig a tanítvány találja meg a mestert, és akkor a mester elfogadja a tanítványt, és tartja addig, amíg úgy érzi, hogy érdemes, tehát a tanítványnak dolgozni kell. Mindig ez volt, amikor ott hőbörögtem mindenfelé, hogy így meg úgy, hát dolgozzon, dolgozzon. Uh-huh. Vagy akkor azt mondták, jó, akkor most menjen ki a levegőre, és járja meg magát. De így konkrétan úgy kell ezt elképzelni, hogy nem tudom, adtak feladatokat, vagy volt leütésszám per nap, hogy mennyit kell írjál, vagy? Olyan is volt. Tehát mindenfélét végig próbáltak. Vagy én írtam, vagy nekem volt témám, és írtam, vagy ők mondták, hogy mit írjak. Tehát ezek hosszú folyamatok voltak uh-huh. itt minden volt ebben. Olyan is volt, hogy ki volt adva a téma, hogy mit írjak, és mást írtam. És visszajött a válasz, hogy ez nagyon veszélyes dolog. Nem azt írni, amit kell, hanem mást, mert hogyha nem jó az a más, akkor vége. Tehát egy ilyen feltörekvő, kezdő írót, most nem tudom, számít-e az, hogy az ember bölcsész karon végzett, vagy nem számít. Én mindig handicapként éltem meg azt, hogy én nem vagyok bölcsész. Uh-huh. Nekem hiányoznak bizonyos alapjaim. Ami miatt én mindig úgy éreztem, hogy hátrányból indulok 100 méterről hátrább, mint szeretném. Nem tudom kihez képest, mert nem igazán hasonlítottam magam senkihez. A saját elvárásaimhoz. Tehát inkluzív helyesírási, berögzült hibákon kellett dolgoznom, és azokat kiküszöbölnöm, és mondatszerkezeti problémákat, és egészen nyelvi szinten küszürültük ezt az egészet, mert az, hogy a téma, a látás, és hogy engedem magamon keresztül ezt az egész tehetségnek nevezhető, vagy nem tudom, ihletet, mert végül is, amikor az ember ír valamit, amire azt mondják, hogy jó, az valahonnan olyan helyről jön, ami szinte megfoghatatlan. Azt csak úgy engedem, hogy átáramoljon rajtam, és esetleg majd később megtudom, hogy mi volt az, vagy honnan jött, és miért jött. Na, ja, ez milyen fontos gondolat. És tudnálok hallgatni órákon keresztül, akár erre vonatkozóan, hogy van ez az egész folyamat. De egy biztos akkor itt a mindenkori mesterek apropóján, hogy egyrészt, amit mondasz te is, hogy folyamatot kell elképzeljünk, másrészt, hogy nem tudom, hogyha minősíteni kell, vagy minősíted ennyi esztendő után, hogy minősíted magadban, hogy ez egy örögös, nehéz út, ez egy kalandos, kihívásokkal teli dolog, hogy csapódott le ez az évek teltével benned? Ez egy megkerülhetetlen dolog volt az életemben, olyan, mint a ló, csak sokkal jobban kínozott. Ez más. A ló az az élet. A ló azt jelenti, van amikor írok, akkor nem élek, akkor kiszállok az életből, amikor lovagolok, akkor élek. Az az én életem. Most oda jutottam, hogy minden, amit élésnek nevezek, amit életnek nevezek, azután másnap izomlázam van. Ez az én életem. Viszont van az a belső életem, ugye elég sokat utazom, az alatt gondolkodom. Az is már az íráshoz tartozik. Az mind az írói világom, a nem élésem tulajdonképpen. Én olyankor nem létezem a világban, elvégzem rutinszerűen a feladataimat, de nem engedem, hogy külső hatások kimozdítsanak. Hát nagyon nehéz, viszont kikerülhetetlen dolog volt, mert enélkül sem lennék én. Tehát ez mintha belém lett volna kódolva, hogy én író kell legyek. Ez van. Muszáj Igen. volt eleget tenni ennek a... Ez ilyen imperatív módban volt bennem. Nem volt kérdés. Kicsit olyan érzésem van, mint amikor a ló és a lovaglás kapcsán fogalmaztad meg, hogy az az élet és pont és gata. No, de ha már itt vagyunk, akkor a fejlődés történetet folytatván én csak előveszem azt bizonyos 3 nagy darab kötetet, amit az elején úgymond számon is kértél már tőlem. Mert egyébként igen, itt van, mondom azoknak, akik csak hallgatnak bennünket, hogy a Csinált patak állatkertje, a Módosasszony üres kézzel és a Fehér kavicsok című Tamás Kincső féle köteteket tartom a kezemben, és ezeket ide szépen sorba ki is rakom az asztalra, hogy lehessen megmutatni is a kamerának, ha arról van szó. A Csinált patak állatkertje az első, ami kötetként megjelent, de ha jól tudom, akkor azelőtt már voltak olyan írásaid, amelyek majdnem kiadódtak, aztán mégsem. Egy kicsit azt az első néhány kezdeti évet, ami már konkrétan a publikálásról szólt, arról mesélj, kérlek. Igen, tehát előbb novellákat írtam, mert azt a könnyebb, de mindig regényben gondolkodtam. Na most nálam az írás, én is gondolkoztam és készültem, amíg vezettem oda-s vissza ma,
a munkahelyemre, illetve haza, hogy hogyan is van ez a témával, mert sejtettem, hogy meg fogod kérdezni. És akkor eldöntöttem, hogy azt fogom válaszolni, hogy van, amikor azért írok, és úgy születnek a könyvek, hogy írjunk valamit, és van a másik, amikor írjuk meg a valamit. Az egyik az például, mondom azonnal a különbséget. Tehát az első kiadásra szánt munkám, ami elég nagy erőfeszítés volt, és egy komoly munka, ez a Módos asszony üres kézzel. Na most, amíg ennek én kiadót találtam, addig volt az írjunk valamit, a Csinált patak állatkertje, mondta Ó nagy, hogy hát írja meg az állatokat, ez a környezet, hát maga olyan jól látja, olyan jól tudja ezeket írni, ott volt a feladat, írjuk meg az állatokat, az én mikrokörnyezetemet. Nem is bánom egy percet se, de ez a könyv, ez olyan, ez az írjunk valamit, ugye, hogy én keresem meg a témát. A Módos asszony üres kézben, illetve a Fehér kavicsokban is, és még más anyagokban is, ez az írjuk meg a valamit, ez a nehezebb, mert itt a téma engem már megtalált. És azt a témát én fel kell dolgozzam, addig engem nem fog békén hagyni. Na most ezek a témák általában, és legnagyobb részt, olyan dolgok, amiket vagy én nem értek, vagy mások nem értenek, és általában láthatatlan dolgok, ezek az én témáim, ezt szeretem a legjobban, amikor valaki nem ért valamit, ami nem látszik, nem tudjuk, hogy mi az, de érezzük, hogy ott van, mert az eseményeket mozgatja az a valami. Mi mozgatja az eseményeket, a történeteket? Lehet az egy kitalált történet, lehet az egy félig meddig megélt, vagy valak közelben látott történet, és akkor ez amikor írjuk meg a valamit, ami borzasztó nehéz, mert az a valami ugye engem foglalkoztat, ha tőlem túl távol van, túl keveset tudok róla, ha meg túl közel van, túl sok az érzés, ami kötődik hozzá. Na úgy, akkor hogy kapod meg az egyensúlyt? Úgyhogy nehezen, és a könyvekben is a hőfok mutatja, hogy például a Módos asszony üres kézzel kaptam rá egy olyan megjegyzést, hogy alul van dramatizálva. Tehát itt a hőfok kicsi ebben a könyvben. A Fehér kavicsokban hatalmas a hőfok, mert nagyon közeli a téma. Hozzám akkor, abban a megírás pillanatában. És éppen ezért is egy nagyon érdekes mű, mert nem szabad ilyen közel írni a megélt állapothoz, mint ahogy ez a könyv megszülethetett. Ugye a szerelemről nagyon ritkán lehet úgy írni, hogy az ember egyáltalán bele is éli magát abba a szerelmes helyzetbe, nem hogy benne van. Írtam egy könyvet abban az időszakban, amíg éltem egy szerelmet. Akkor is, hogyha tudtam, hogy ez mind fejben van, az a szerelem, mint olyan, nem létezik. Persze, azt az én agyam generálja, mert én most ezt így akarom, és erre van szükségem, és nekem ez így kell, és én ebből akarok írni egy könyvet. Jaj, hogy milyen a szerelmes nő. Ez a téma, ami nem az írjunk valamit, hanem ez úgy talált meg, hogy nem volt olyan nehéz munka. De a másik témáim általában mindig nagyon nagy, nagyon munkás dolgok. A munkásat itt mi alatt értjük, vagy mit értünk? Hát, hogy nehéz jó minőségben előhozni, kitálalni azt a témát úgy, ahogy én szeretném. Maximalista vagy az írásban? Természetesen. Milyen elvárásaid vannak itt magadhoz képest, vagy milyen mércét hogy az olvasó ne tegye le soha a könyvemet. Hát annyiféle olvasó van. Ez az én elvárásom, hogy egyetlen olvasó se tegye le a könyvemet, se 5 oldal, se 10 oldal után, se a felénél. De akkor ez, hadd kérdezzem meg, mert tényleg nagyon érdekel. Ez azt jelenti, hogy tudsz valamilyen sejteni vélsz, valamilyen tuti receptet, hogy mi az a tartalom, mi az a forma akár, ami tényleg persze mindenkinek izgalmas lehet. Na, gyere, avasd be minket a kulisszatitokba, hát itt a lényeg, itt a pont. Újabban és egy idő óta igyekszem úgy írni, ahogy a hollywoodi filmeket készítik, aminek az elve az, hogy a nézőt 2 dolog érdekli. A halál és a szerelem, illetve a szex. Uh-huh. Ez a 2. Ez a 2 olyan dolog, amivel az olvasó néző figyelmét fenn lehet tartani végig. Ez a 2 olyan konfliktus van, amit az emberi agy nem tud megkerülni, ebből nem tudsz kiszállni, ha jól van tálalva.
Minden más egyéb lehet unalmas, lehet érdektelen. Még van, még becsúszik az, hogy pénz, de ez általában másodlagos. A megélhetés, pénz, gazdagság, azt meg lehet unni, vagy azért, mert nem érint, vagy azért, mert túlhivalkodó, vagy valamiért. De a halál és a szerelem témája az megunhatatlan, az ellenállhatatlan. Igyekszem használni ezt a két vonalat, amennyire csak lehet mindenhol, hogy fenntartsam az olvasó érdeklődését. Hát ez most egy konkrét gyakorlati tanács volt akkor azoknak, akik esetleg tollat vagy írógépet ragadnának, hogy legyen benne halál, legyen benne szerelem, illetve erotika is nevezzük, akár ilyes formán így is. És egyébként, ha most így mondod, mert én soha az életben nem gondoltam bele, hogy mi múlik a hollywoodi filmek sikere, vagy újabban ugye akár a sorozatok sikere, de életveszély van bennük is egy szerelmi szál. Igen. Tehát, igen, nagyon nehezen európai filmet számtalan tudsz mondani, ami nélkülözi ezt a két nagy vonalat, de a nagy filmekben mind ott van az életveszély. Igen, igen, és a szerelem. Két olyan dolog, hogy a civil, egyszerű, földi, halandó emberként vizsgálod magát az olvasót, hogy innen-onnan nem tudja megkerülni a saját életében sem, mert a halál folyamatosan körülvesz minket, és mert akarva akaratlan, ha kell, ha nem egy feszerelmesek vagyunk, vagy esetenként egy életben egyszer, ki mennyire szerencsés. De ez jó, ez tényleg jó recept, köszönjük, vagy köszönöm a pártú nézők, hallgatók nevében is akkor a tippet. Egy kicsit konkrétan a kötetekre visszautalva, hogy azért tiszta legyen akkor a sorrend, ugye Csinált patakállat kertje volt, de mondod, hogy ez már tulajdonképpen megvolt. A fehér kavicsok kapcsán nyilatkoztad egyszer azt, hogy egy kicsit ez, mintha ez lenne a kedvenced. Most is ez az. Még mindig tart. De akkor ez gyanítom az imént felemlegetett, nagyon erős személyes, megélt kötődés miatt, hogy nem. Ez nem, nem. Nem. Azért, mert valami olyasmit csináltam ebben a kötetben, amit nem könnyű megcsinálni. Amit nagyon nehéz megcsinálni. Nagyon nehéz eltávolodni íróként a szereplőtől, akit önmagamból alkotok. De nem én vagyok, én nem lehetek. Uh-huh. Én nem lehetek. Ezt nagyon nehéz elmagyarázni, hogy miért nem lehetek én, azért, mert egy pocsékkönyv születik belőle. Nem lehetek én. Az ott egy szerelmes nő, aki felhasználja az én környezetemet, éli az én dolgaimat, látja, amit én esetleg látok, teljesen mindegy, ezért 3 hét alatt írtam ezt a könyvet, ezért tudtam olyan gyorsan és könnyedén megírni, mert használtam minden ott volt kéznél. Így van. Igen. Másik dolog az, hogy van ez a keleti harcművészet, ami az életem harmadik nagy vonala, van a ló, az irodalom és az aikido. Most a sorrendek időnként változnak, hogy melyik kerül prioritásba, általában az irodalom kéne mindig a legelső helyen legyen. De én szerettem volna megírni az aikidót, mert hogy nem nagyon tudják, hogy mi az, és nekem ez annyira fontos volt, hogy én át akartam adni az abszolút nem tudatlan olvasónak, hogy mondjam, hogy ne legyen pejoratív, igen, járatlan olvasónak, hogy mi is ez az aikidó, és miért csináljuk itt néhányan, illetve bárhol, miért űzzük ezt a dolgot, ami ugye egy megfoghatatlan dolog, mert nem létezik mint aikidó, ha csak éppen nem műveli valaki. Uh-huh. Tehát ez egy harcművészet, ez egy láthatatlan dolog. Ha most az összes aikidós ebben a pillanatban azt mondaná, hogy soha többet nem aikidózok, az aikidó megszűnne létezni. Nem létezik. Uh-huh. Olyan, mint a szerelem. Na, igen, látod? Szerencsére a ló az létezik. Az én egyetlen megfogható dolgom az életben, ami igazán köt a valósághoz. És én úgy érzem, hogy meg tudtam úgy írni az aikidót, hogy az olvasható. Mert egy ennyire távoli dolog, a járatlan olvasónak nagyon egyszerű, engem ez nem érdekel, és eldobja a könyvet. Most belekevertem ezt a nagyon erős szerelmi szálat, hogy ellensúlyozzam ezt a nagyon bolond erotikát, amit hozott ez a szerelmi szál, bevittem az 1001 éjszakát, ami viszi az erkölcsi részét, és egy teljesen másik vonalat, és az aikidót. Ez a 3 nagy vonal mozog a könyvben, egymásba kapaszkodva, azzal a céllal, hogy az olvasót megtartsam az utolsó mondatig. Mert itt is ez a cél. Ez a cél, egyetemben. Igen. És egyébként sikerül is, mert hogy nem tettem le egy szuszra, kiolvastam, ha te 3 hét alatt megírtad, akkor szerintem ilyen 3 nap alatt pak-pak túl voltam rajta. Nagyon hizelgő. És jó volt. És nagyon jó volt. Ajánlom olvasásra is egyébként az összes többit is. Sőt, amit még kicsit megelőlegezett bizalommal ugyan, de szintén ajánlok, szerintem egész komolyan magabiztosan, az a kötet is, amin most dolgozol. Ehhez is hoztam egy tárgyat, illetve egész konkrétan a Látó Szépirodalmi Folyóirat
emberi száma van a kezemben, azért, mert itt le is közöltél belőle egy részletet, ez a Kutyás év címre hallgató kis részlet. A polgármester szeretője, ez lesz ugye az új könyvnek a címe. Na, mesélj egy kicsit erről. Miről szól, miről szól, illetve hát ez olyan bolond kérdés, biztos mindenki ezt kérdezi a legelején, hogy miről szól. Nem is ez a lényeg, hanem hogy a sztorin kívül, innen és túl, mi az, amit el akartál mondani, vagy el akarsz mondani ezzel a regénye? Hú, hát még én sem tudom, nagyon sok mindent el akarok most mondani ezzel a kézirattal, de a meg nem jelent könyvekkel az a baj, hogy az olyan, mint egy magzat, tudod? Uh-huh. Az arról egészen addig, amíg könyvként meg nem jelenik, arról nem szívesen beszélünk, mert mint magzat nagyon sérülékeny. Uh-huh. Nem is biztos, hogy ez marad a címe. Nem is biztos, hogy olyan lesz, amilyennek én most egy x százalékban elkészült kéziratot látok, mivel én vagyok a szülőanyja, egyedül én vigyázhatok rá, és én árthatok neki ugyanakkor a legtöbbet. Uh-huh. Most, amíg meg nem születik, és nem látja az ember, hogy van neki keze, lába és életképes, addig nem beszélünk meg nem jelent könyvekről. Úgyhogy ezzel még várnunk kell. Ó, na! Én nagy reményeket fűzök hozzá, hogy ez lesz életem remek műve, de ez így is kell neki indulni, egyébként szerintem. Igen. De ezt majd úgyis a szakma dönti el. Tehát, ilyen nagyon egyszerű földi halandó információkat bárki lehet eszedni akkor a rapófogóval belül. Foglalkozok azzal, ugye, ahogy haladok én is előre a korban. Az ember elérkezik egy olyan korban, ahol kezdi látni, nem feltétlenül saját magán, de akár saját magán is, ennek az életközépi válságnak vagy változásnak a jeleit. Amikor is az ember egyik része, főleg a nők, elkezdenek gondolkodni azon, hogy most, ha nincs valakim, akkor én tényleg egyedül fogok élni, itt még szerzek társat, nem szerzek társat, ha eddig nem szereztem társat, és nincs férfi mellettem, akkor most akkor tovább hogy lesz, mert az esélyeim a piacon ugye egyre csökkennek. Uh-huh. És ott vannak a férfiak, akik meg nagyon igyekeznek élni, úgy tűnik, amíg még lehet, és sokkal jobban igyekeznek élvezni az életet, mint például a nők, akik meg inkább keresik még inkább a biztonságot, mint eddig, feltéve azt, hogy nem kiszületik magányosnak az írók. Uh-huh. Az írók viselik a magányt, mert ez az alkotói állapot. De én nem írókról írok. Én nőkről írok és férfiakról. Az, hogy íróként én hogy élek, íróként nőként hogy élek, az egy dolog. Nem úgy élek, mint a nők. Uh-huh. Látod? Nem úgy élek, mint a nők. Ez se jó szó, tudod, hogy nem úgy élsz, ahogy a nők. Mert... Viszont soha egy könyvemben sem írok írókról és irodalmi életről, tehát én civil emberekről írok nekem. Hál' Istennek van egy civil szakmám, amit simán használhatok. Van regényem, amiben orvosokat mozgatok. Ebben simán gyógyszerészt használok szereplőnek, tehát ez egy olyan szakma, amit nagyon-nagyon ismerek belülről. Uh-huh. És akár felkelthettem az olvasó kíváncsiságát a szakma iránt is, milyen ezt így belülről megélni, mert hát az olvasó x hányad a gyógyszerész csak, mondjuk, milyen? És a többiek meg nem, és fogalmuk sincs, hogy milyen gyógyszerésznek lenni, és ez egy nagyon jól használható civil szakma a regényben, illetve ugyanezt csináltam már egy még meg nem jelent kötetemben, a Lila hajtűben orvosokat mozgatok. Foglalkozok ezzel a ugye 40 pluszos lelki világokkal. De jó. És sok minden egyébbel is, remélem. Én már nagyon várom, mondom még egyszer is, hogyha egyéb nem, akkor egy ilyen mikor foghatjuk a kezünkben típusú kérdés csak megfogalmazódik bennem. Nem tudod? Amikor tökéletes lesz. Uh-huh. Akkor. Na, de viszont akkor azt mondd, hogy mikor tökéletes egy regény. Vannak például próbaolvasóit, hogyha mondod, hogy az persze, a jó regény, ami... Persze. És ez ilyenkor hogy működik? Kész van, odaadod? Hány ember? Kész van, odaadom, igen. És azt mondja, hogy vitt, elolvastam, jó, gratulálok. A többit megbeszéljük személyesen. Az ember örül. Elmondja, hogy a vége teljesen el van baszva, már bocsánat, de írok egymás között így beszélnek, azt úgy nyilván újra kell írni, de ettől még jó. És amikor találkozunk, azt mondja, hogy nem jó. Nem jó, mert. Na. És akkor kicsit duzzogok magamban, persze, mert én már elhittem, hogy jó. Uh-huh. Mert persze van benne sok jó. De ott hallom meg akkor, hogy mi nem jó.
És akkor nekem el kell gondolkodni azon, hogy nyilván olyan embert kérdezek, akiben bízom, aki egy szakmai szaktekintély, akinek ez a szakmája, az élete, a mindene. Ő nem egyébből él, ő ebből él. Irodalom közeli mindenből. És akkor félretesszük az anyagot, letesszük pihenni. És csak akkor nyúlunk hozzá, amikor más kézzel tudok hozzá nyúlni. Akkor ez balga kérdés, hogy mennyi idő kell elteljen, mert gondolom, ez sosincs előre kőbevésve. Nincs. Függ talán tartalomtól, meg attól is, hogy mennyire ástad, vagy mennyire intenzív volt az alkotó folyamat. Ez egyébként, ami most készül, ez egy ilyen nagyon sűrített munkatempó, mint amilyen a fehér kavicsok volt, hogy 3 hét, vagy ez egy nagyobb volumenű, mondjuk évekre visszanyúló történet? Még én sem tudom. Még te sem tudom. Van, vagy 500 000 leütésem készen. Jó. Elég rövid idő alatt. De hát nem tudom, hogy mekkorává tudja kinőni magát. Na, várjuk kíváncsian. Nem nyagatlak többet ezzel, és valóban, hogyha kicsit babonások is vagyunk a pertoasztala mellett, akkor, ahogy mondod, az újszülöttek és egyáltalán az embriós hasonlat kapcsán, hogy ne is nagyon firtassuk a témát, de szeretném jelezni, hogy már nagyon várjuk kincső, úgyhogy hajrá. Viszont 2 fontos dolgot érintettünk ebben a pillanatban, ugye a könyvek kapcsán, ahová még mindenképp visszacsatolnék. Az egyik az, amit most mondtál utoljára, hogy nem így élnek a nők, és akkor esetleg itt olvassuk be egy picit azokat a Perton nézőket, hallgatókat, akik nem ismernek téged, vagy nem tudják azt a szerintem iridlésre méltó csodás életvitelt, amit te folytatsz, hogy te Körös patakon, hoho a falun túl, erdő aljában mondhatni, egy csodaszép házikúban, rengeteg zseniális, ügyes, meg nagy állattal körülvéve, azt hiszem kutyád, cicád, madarad, lovad, és minden más is van. Egy ilyen közegben élsz, ugye azt már így kicsit boncolgattuk is, hogy a lovaglás és a ló az életedben, mint jelenség, az egy fontos dolog, de hogy egy kicsit ilyen mesebeli idilli virágnak képzelem én azt, ahogyan te élsz ott Köröspatakon. Nem is tudom, hogy valamelyik személyes beszélgetésünkkor én ezt már mondtam-e, vagy csak akartam, de szó szerint iridlem azt, amilyen életforma van ott neked kialakítva. Na és akkor ehhez mértem mondod most nekem itt a pertóasztala mellett, hogy nem így élnek a nők, mert persze, hogy a nagy átlag nem így él, de ez mit jelent, hogy ez valamilyen szempontból téged kevesebbé tesz? Vagy úgy érzed, hogy nem tudom, most ilyen csúnya szót használok, ne haragudj, hogy valamelyest elvesz a nőiességedből, hogy te egy ilyen életformát választottál, ahol a lókörmével bánsz, ahol közben szerelmesen regényt írsz, ahol közben te magad mész és gyűjtöd be, amire éppen szükséged van a ház körül, vagy te vágod a tűzifát, tehát hogy ettől lennél kevesebb, vagy... Vagy több. Vagy több, igen. Köszönöm, hogy te mondod ki, igen. Hogy állsz te? Elvesz a nőiességemből. Hát most mondjam szomorúan azt, hogy én már nem akarok feltétlenül nőies nő lenni, ez engem nem érdekel annyira, hogy... De ez az igazság? Nem tudom. Nem tudom. Tehát nem... Tehát a nők nem így élnek, tehát túl sok a kényelmetlenség ebben. Túl sok a fizikai munka, túl sok az olyan vállalt dolog, amit általában nem szoktak. Tehát, de most mondjam el én azt neked, hogy elmegyek edzésre, és én vagyok az egyetlen nő. Azt el tudom hinni, igen. Tehát én bennem nagyon erős van ez a yin és yang, tudod, bennem nagyon erős a yang. Tehát, hogy nem így élnek a nők... Én azért költöztem oda, hogy lovat tudjak tartani. Mert a ló szükséges az én egyensúlyomhoz. Ugye ló nélkül olyan vagyok, mint akiből hiányzik egy nagy darab, és ez nyugtalanság és zaklatottság és bosszankodás formájában élődik meg bent, oda bent, amikor nem vagy teljes. Akkor van egy hiányérzeted. Most azért költöztem az erdőre, mert én ezt mondom, így láttam, ez született meg bennem ez a kép, hogy én az erdőn élek, ahol nem zavar senki, ahol csend van. Ahol olyan állatokat tartok, amilyen éppen szeretnék, ami éppen berepül, ha itt tetszik, mert ugye volt nekem szarkám, szajkóm, hollóm, varjam, mindenféle ilyen... nekrofág, bolond, csókaféle, csóka még nem volt, de elég sok abból a családból már lassan minden, amikor ráértem ugye egész nap foglalkozni ezekkel a dolgokkal. Tehát azért élek ott, mert ez szükséges az én írói, ez az én írói feltételem. Neked kell a Én ebben tudok jól alkotni. Uh-huh.
Igen, hát mondjuk, ha innen vizsgáljuk a dolgot, akkor tény, hogy a nők igen nagy hányada nem így él, de tény, hogy a nők igen nagy hányada pont úgy, ahogy nem megy el aikido edzésre, úgy könyvet sem feltétlen ért. Tehát azért női szerzőkből még mindig, hogyha arányában nézzük a dolgokat, jóval te kevesebb. És még férfiak sem lovagolnak egyedül. Tehát én mindig egyedül lovagolok, és hatalmas felelőtlenségnek tartják. És engem úgy engedtek el a lovardába, hogy soha nem menj ki egyedül. És 4 éve egyedül lovagolok. Ez a balesetveszélyesség igen, miatt? Pontosan, pontosan. Tehát olyan helyeken lovagolok, ahol nincsen térerő, és senki nem tudja, hogy ott vagyok. Hát legalább egy üzenetet nem hagysz valahol valakinek, hogy most ide megyek? Nem. Szeretsz te veszélyesen élni? Nem. Akkor másképpen fogom fel a veszélyt, mint mások. Tehát, hogyha a nőnek elmesélem, hogy én hol lakok, vagy látja, vagy odajön, zárd be a kaput, zárd be az ajtót, és nem irtózol ott kint? Uh-huh. Nem. Nem irtózok. És nem félek egyedül elmenni lovagolni. És nem a veszélykeresés, és nem az adrenalin. Ez az én szabadságom. Én ezt megengedhetem magamnak. Én ha veszélyesnek érezném, akkor már limitálnám a szabadságomat. Az már nem én vagyok. Én nem tudok félni olyan dolgoktól, amiket az én lelkem kíván és kér, hogy azt meg kell csinálni, mert meg lehet, és mert teljesen rendben van, és normális. Tehát egy aikido edzésen is olyan sérülést lehet szerezni, amit az ember évekre kiesik. És mégis csinálom, olyan is van, hogy héten 5-ször. Igen, ennek hallottam hírét, hogy már-már a fanatizmus határát súrolja az a szenvedélye, hogy te az aikidóhoz viszonyulsz, és hogyha most már másodszorra is szóba került, akkor én újfent. Most már szerintem bátran nézhetsz, mert ha jól megkajtatom, akkor ez az utolsó tárgya. Nem hiszem, hogy egy hakamát hoztál. De hoztam egy hakamát. Honnan szereztél hakamát? Hát, ez maradjon hadititok. Tehát kölcsönben van csak. Persze, természetesen. Nem a sajátom, de hát, ha egyszer én is eljutok oda. Én azt hiszem, hogy ezt most ne bontsuk ki, mert már hely sincs ne az asztalon. Ki, mert nem akarom most hogy, összefogni neked. Bár a nézőknek jó lett volna megmutatni. Ennek az összetűrésének van valami ritmusa, többféle, rituális, többféle módja is van. Igen, hová tegyem? Vissza ide a dobozba. Teszem. Nem, teszünk vissza azért a dobozba, csak hogy a kamera lássa, és le tudjuk filmezni. Azoknak, akik esetleg nem tudják, hogy mi ez a hakama, ez tulajdonképpen én legalábbis, mert én is aztán full laikus vagyok, de ahogy láttam, ez egy ilyen szoknya nadrág, bőszárú, nagyon-nagyon bőszárú nadrág, ami tulajdonképpen nem csak egy viselet, ha jól értettem itt a harcművészetek kapcsán, hanem ez már egy státust, vagy fokozat. Egy elért eredményt egy is tükröz. És ha jól tudom, akkor te közelmúltban kaptad igen. meg. Jól ami, tudod, ami, ezt is jól tudod. Ami egyértelműen tanúbizonysága annak, amit az imént mondtál, hogy tényleg esetenként 7-ből 5 napot edzel, és nagyon-nagyon komolyan veszette ezt az egész történetet. Na, mesélj nekem arról, akkor mindenek előtt, túl a csodás helyen, ahol élsz, túl a fantasztikusan megért regényeken, hogy ez az egész, az aikido, a harcművészet, és egyáltalán az az út, amit ott bejártál, az milyen pluszot adott a te életedhez? Tehát mi az, amit ott megkapsz, és sehol máshol nem tudsz? Tehát mindazzal együtt, hogy 10 éve kezdtem, és volt benne egy 4,5 éves szünet, én az útnak a legelején járok. Még mindig? Tehát az aikido a fekete övnél kezdődik, én most barna öves vagyok, ez az utolsó előtti fokozat a fekete öv előtt. Ugye. Itt, ott kezdődik az aikido. Na, ott lehet aikidozni. Most még itt csak itt hát úgy mondják, hogy balfaszkodunk magyarul. Legalábbis én. Ez az én legnagyobb tanulási folyamatom, mert most már a lovaglásban eljutottam arra a szintre, hogy nem kell odafigyeljek. Tehát ott élvezhetem. Élvezhetem a környezetet, élvezhetem az együttmozgást, élvezhetek mindent. Tudom, hogyha valami történik, és a ló megijed, én nem fogok leesni róla. Ott már nem kell figyelnem. Minden automatizált. Azt már úgy kimaxoltad akkor ezek szerint? Nem lehet azt sem kimaxolni, mert a végsőkig lehet dolgozni a lovon, az együttműködésen. A világbajnok lovasok naponta dolgoznak az ülésüken, a helyes ülés. Mindig visszatérünk, és az alapokat kijavítjuk, és újra csiszoljuk, mert soha nincs az, hogy tökéletes. De mondom, az már az élet, az már az élet élvezetéhez tartozik a lovaglás. Nagyon sokáig az is egy tanulási folyamat volt, és feladat volt, és egy küzdelem volt. Mindig ki kellett lépnem a komfortzónámból, és így tovább. Na most már az aikido az a folyamatos tanulás. Mindazon túl, hogy itt is néha engednek csak úgy játszani és dolgozni, az azt jelenti, hogy tökéletlenül csinálsz valamit, de hagyják, nem szólnak bele. Engedik, hogy csináld. Ja. Viszont az a kiváltságos helyzet adódott,
éppen azért, mert nem tudom, talán túl nehéz, talán túl sok akaraterő kell, kitartás kell, vagy csak egyszerűen nincs érdeklődés ilyesmi iránt, hogy gyakorolják. Egyedül maradtam az edzőmmel itt Szentgyörgyön. Tehát gyakorlatilag magánedzéseken veszek részt, azaz én is az edzőm. És akkor minden kis mozdulatot kijavít, mert nem bírja a tökéletlenségeket nyilván, és én csupa tökéletlenség vagyok az aikidóban, és folyamatosan tanulnom kell, és akkor kijavít 9 dolgot, és a 10. dolgot már elfelejtettem, amit azelőtt kijavított, és kezdjük előről az egészet. Szóval rettenetesen nevetségesnek érzem sokszor magam, és butának, és tehetetlennek, és ugye a kezem, a kéz, amit így meg úgy kell mozgatni, és sehogy sem másképp, mert a kezem az a kardom, és nem lehet így tenni, a kard az mindig vág. Ezek az utolsó mozdulatig tökéletesre kell csiszolni azt a 12 technikát vagy hányat, amit használunk végül is, és minden az állás, és minden a félreállás, és minden a tartás, és minden a kard, hogy fogom a kardomat, és hogyan vágok vele, sokszor az elképzelt kardomat. Szóval egy borzasztó nehéz tanulási folyamat, ami kihat persze a gondolkodásomra, mert ez egy életfilozófia, és leírtam a könyvben, hogy ez egy életmód. Az aikidónak a lényege az, hogy erőszakmentesen, a konfliktust elkerülve, ugyanakkor a helyzet urának maradni, méltóság teljesen kezelni olyan helyzeteket, ahol agresszió ér minket, ahol megtámadnak, nem bántani senkit, csak engedni, hogy ő bántsa saját magát, egy picit segíteni, hogy a gonoszságát levezesse valahova, ahonnan már nem tud többet gonosz lenni felém. Nem tudom, hogy én szeretnék 80 éves koromban is aikidózni, nem törekszem danokra, és nem szeretnék föltétlenül tanítani, vagy milyen karriert befutni, de ez így, mint mozgás is, mint mozgásforma is nagyon fontos, mint a, ugye az ember megirigyli, úgy, ahogy te megirigyled az életmódomat, amiről nem nagyon tudod, hogy mennyi kényelmetlenséggel jár, mindjárt egy éve nincsen elég vize, mindjárt egy éve nem tudok otthon zuhanyozni, mosni, tehát ezekről nem beszélünk. Mert az én dolgom, én nem fogom ezt elpanaszolni most különösebben, csak a nagyon közelieknek, hogy mekkora szervezés az én életemben az, hogy nincs vizem, és mekkora probléma ezt megoldani. Ugyanakkor én megirigyeltem az aikidósoknak a mozgását, amikor bekerültem ebbe a közegbe is. És sokszor az irigység az a legjobb motivációs erő, az a jófajta irigység, amikor azt mondod, hogy én is ilyen akarok lenni. És addig mész ezen az úton, amíg elkezdesz hasonlítani arra, és meg tudod csinálni, vagy tudogatod csinálni azt, amit az elején csak ilyen hűha így néztél, hogy ezek valami cirkuszi mutatványosok. Mondod, hogy 10 év után is, a kihagyás ellenére is, de hogy még vagy most az út elején vagy, meddig tervezed, vagy meddig látod magadat ebben a közegben? Életem végéig. Életed végéig. Életem végéig. Úgy, ahogy a lovon is. Tehát amikor már mindenem fájni fog, én fel akarok mászni arra a lóra, és el akarok menni másfél-két-három órát sétálni. Akkor meg se kérdezem, hogy az írás kapcsán meddig és hogyan és miként, mert gyanítom, hogy ez is. Nem tudom. Az írás az más. Az írás az nem most már ilyen, hogy írjunk valamit. Ez most már annyira nem. Most már inkább megvárom, hogy a téma keressen meg, találjon meg. Kínozzon meg rendesen. Vállalom a kihívást, hogy azt jól meg akarom írni. Úgy meg akarom írni, ahogy azt mondom például a Modos asszony üres kézzelre is, hogy én ezt most sem tudnám ennél jobban megírni. És ennyi. Ennyi. Úgy adjam ki a könyvet, hogy nem tudnám jobban megírni. Hát mindenképp a soron következő kiadásra váró és még alakulóban lévő regényed kapcsán, és ezt kívánom, hogy juss el oda, és nem akarlak sürgetni, de remélhetjük minél hamarabb, hogy tényleg érezd azt, hogy megvan a mérce, és megvan a szín. Van még két kéziratom, amit próbálok kiadóhoz juttatni, tehát nem csak ez, most már... Igen, ott emlékszem, hogy Amerika? Ez az Amerika. Ebből lett a Módos asszony. Igen, és van egy négykezesem egy költőnővel, akinek ez az első prózaírói próbálkozása. Az is egy ilyen kicsit írjunk valamit alapon született, de nem egy rossz könyv, egy olyan csinált patak állatkertje kaliberű mutatvány lesz. Én azt szeretném még idén eladni.
És hát van, kerestem kiadót, nem mondom melyiket, a Lila hajtűnek, ez a Móricz Zsigmond ösztöndíjas, elég nagy regényem, egy nagyon nagy munkás anyag, azt is szeretném eladni. Igen, a Lila hajtűt, azt most már mondhatni évek óta, hogy emlegetjük, vagy szóval. Igen, azt sokáig azért tároztam, hogy amíg az nincs eladva, addig ne kelljen újat írjak, és ne érdekeljen ez, hogy... Mert szerintem teljesen normális, hogyha az ember ír egy-két jó könyvet, és úgy elsikkadnak, eltűnnek, ugye kijön az a 400 példány, a Módos asszonyból el is fogyott az a 400 példány, könyvtárakban ott van, mozog, de végül is megáll az egész dolog, most a Csinált patakra kaptam debütdíjat, de úgy jó, írtam egy valamit, amit a szakma jónak talál, én szeretem, de még sincs sehol. És akkor megállunk, akkor miért írjam meg a következőt? Nem magamnak írok. Igen. Most van egy elvárásom attól a műtől, amit én jónak gondolok, hogy annak hány olvasója legyen, az milyen példányszámba jelenjen meg. A könyvkiadás maga egy borzasztó kiábrándító. Megírni, és odaadni, és eladni, és jön a borítóterv, és megjelenik, és az első könyv bemutató addig jó. És onnan nagyon elment a kedvem, ami utána történik. És ezért ez volt egy hosszú szünet is. Igen, egyrészt ezt is akartam kérdezni, hogy vajon nem ez lombozott le téged kedvileg annyira, hogy egy picit hátrébb lépj az egész történettől. Másrészt viszont az is egy érdekes dolog, és lám neked erről mi a véleményed, hogy milyen helyzet itt nálunk Erdélyben, mert ha megnézzük a nemzetközi szinteket, és nem tudom, akár a bestseller palettákat, hogy az a nagy üzem, amit könyvkiadásnak nevezünk, hogy működik, és minden a felrendelésről és a reklámról szól, és rég el van adva egy könyv, még a megjelenés előtt tudják, hogy melyikből ez sikerkötet. Na, hogy ehhez képest a mi kis ügyes erdélyi mércénkhez, vagy akár is itt egyébként a teljes magyar nyelvterületet még ide lehet venni, hogy a mi kis mércénk az hol van, illetve milyen utat látnál ebből kifelé? Mert, hát én most már Magyarországon szeretnék megjelenni ettől arrafele. Egyrészt a terjesztés miatt, másrészt ott teljesen más számú magyar ajkú olvasó, potenciális olvasó van, mint itt Erdélyben. És ilyenkor ez hogy működik? Mert például azt hiszem pont a Lila hajtűk kapcsán olvastam, hallottam valamelyik korábbi interjútban, beszélgetésedben, hogy nem akartál te kopogtatni kiadóknál, várod, hogy valakinek fog ez kelleni, illetve pont ez lett volna a kérdés, hogyha így te hátralépsz kettőt, akkor nem törik le a kiadók, nem törik le a háznál a kilincset. Kénytelen vagyok kopogtatni, igen, de hát el kellett teljen az az idő, amikor azt mondtam, hogy jó, én ezt a regényt tovább nem tartom, most akkor odaadom ennek, adok neki fél évet, hogy válaszoljon, ha nem válaszol, odaadom a következőnek, vagy egyszerre kettőnek, mert akkor már azt is meg fogom engedni magamnak. Igen, szeretnék kimenni az országból, mert ez itt így elég kiábrándító volt, és elég volt, és nem találtam meg benne azt a visszajelzést, amit szerettem volna, és én még azon is gondolkoztam, hogy a következő regényemet egyenesen lefordítom angolra, vagy lefordítatom angolra. Hogy úgy jelenjen meg? Tehát, hát, hogy kimenjek a magyar nyelvterületről. De hogy magyar ne is legyen egyáltalán? Erre nem gondoltam. Hát persze, hogy legyen magyarul is. De hogyha ez az út nem járható, vagy nem elég járható, akkor miért ne? Egyébként meg miért ne? Tényleg ennyire egyszerű az egész történet, hát valószínűleg. Meg hát arra gondolok, tudod, hogy ebben a Faramuci Instagram, TikTok érában, ahol élünk, és én magam is követek Instagramon mondjuk olyan kortárs szerzőket, akik a maguk reklámját csinálják meg nagyon ügyesen a közösségi médiában. Valószínű, hogy a, nem tudom, a kiadókon és a kiadó egész birodalmán túl maga a szerző is tud most már tenni azért, hogy népszerű legyen a könyve. Itt most félve teszem fel a kérdést, hogy vajon te ilyesmiben gondolkodtál-e, hogy akár alkotói profil, akár egy kicsit ott lenni a közösségi médiában, nem vonz egyáltalán. Soha nem szerveztem saját magamnak könyvbemutatót. Én nekem nem stílusom az, hogy én a saját könyvemet eladjam. De én itt kifejezetten közösségi médiára gondolok. Hát ott jelen vagyok, amennyire jelen vagyok, az úgy elég nekem. Ez az én kaliberem, ez az én szintem. Én azt látom, hogy most, aki megél irodalomból, az egyenesen forgatókönyvet ír. Most én azt még biztosan nem tudok, de vannak forgatókönyvek, amelyek regények alapján készülnek. Ez az én nagy távlati álmom különben, hogy egyszer készüljön egy film az egyik regényem alapján, tehát legyen méltó arra, legyen benne akkora sztori, és annyira jó, hogy abból legyen egy Netflix film. Hogyha már célokat kérdezel irodalomban, akkor miért ne?
most már az irodalmi Nobelt még nem engedtem el teljesen, de az nem annyira valószínű. Az jó mércének. Annyi rossz Netflixes filmet láttam már, hogy ott még egy az én könyvemből elmenne. Én azért ezt úgy gondolom, hogy jóval ütni azokat a szinteket, amit néha esetenként a Netflixen látunk. A három közül valamelyiket el tudnád most képzelni, hogy filmként állna a helyét? A már meglévő regényekről beszélünk. A Módos asszonyt igen, ha nem is a Netflixen, de igen. A Fehér kavicsokban gyakorlatilag nem történik semmi, az abban nincs történet, amit meg lehet. Ez viszont színházban nagyon jól tudna működni. Ehhez nem értek. Akkor legyen ez az a pillanat, ahol megfelelő szakszerű füleknek vagy szemeknek, akik hallgatnak, néznek bennünket, én ajánljam be, hogy egyéni előadást készíteni ebből a kötetből, a Fehér kavicsokból, szerintem zseniális. Egyéni előadást biztosan. Mindenképpen történetközpontú vagyok és epikus vagyok, tehát én már egy ideje, több éve, nem is tudom, 5-10-8 éve filmben gondolkodom, tehát én filmnéző vagyok, én nagyon türelmetlen olvasó vagyok, csapom le a könyvet, nem érdekel. De egy jó filmet azt is kicsapom, ha nem jó. Azt is kicsapom, ha nem jó, de a jó filmek lenyűgöznek. A jó film az az irodalom. Ez az új irodalom. Ez van. Átköltözött az irodalom a képernyőre. És akkor ez azt is jelenti, hogy bárhányszor leülsz írni, akár ma, ha hazamész, vagy holnap, ha megadott karakter számodat. Csak hajnalban írok. Csak hajnalban? Csak hajnalban írok. Ez a reggeli rutinhoz akkor hozzátart, finom kávé, amikor lefő? Amikor írok, csak hajnalban írok. Igen, a kávé lefőtt, igen, felkelek 4 órakor olyankor, 5-ig kávézok, facebookozok, húzom az időt, de csak 5-ig. És 5:00-kor lecsuktam a Facebookot, és felnyitottam a dokumentumot. 6 órakor megyek ki a tyúkokhoz. Ennyi időm van írni. 5-6-ig minden nap. Hát ez nem írok minden nap, amikor írok. De ezt most csak azért is, bocsánat, hogyha túl személyes lesz, mondom a nézőknek, hallgatóknak, de csak azért, hogy össze tudjunk kacsintani. Én 4-kor kelek, 5-ig foglalkozom a rádiós mindennemű dolgokkal, és 5-6-ig szigorúan minden áldott reggel az én időm az olvasásról szól, nem az írásról, de akkor jó tudni, hogy valaki van még a hajnali 4 órások klubjában ilyes formában. Egyszerűen olyankor vagyok egy olyan állapotban, egy olyan tiszta fejjel, amikor bármit el tudok magammal követni, nincs még nap, nem is a saját életemben vagyok, csak egy valahol el vagyok vonulva, még csak nem is a saját életemben, érted? Igen. Nem, hogy a világban, vagy a városban, vagy a megyében. Igen. Ez nagyon ismerős, ezt nagyon nincs tudom. Nincsenek olyankor gyerekeim, nincs semmi abban. Aztán utána kezdődik. Kezdődik minden, utána rögtön van minden. De 6 óráig addig csend van. De gyönyörűek ezek a reggelek egyébként. Én itt mondom, hogy aki teheti, vagy lehetősége van. Jók ezek a reggelek, de eljutottam oda, hogy annyi mindent csináltam, és olyan későn érek haza edzésről, hogy egyszerűen a 4 órás kelés nem ment. Tehát, hogy fel tudok kelni 4 órakor, de akkor edzésen már el vagyok szédülve teljesen. Tehát meg kellett szabjam, hogy most mikor edzés, mikor, hánykor kelek. Egyik váltásomat egy héten délelőtt, másikat délelőtt, szóval kellett zsonglőrködjek vele, de nem sietek sehova. Tehát a regény megvár engem. A regénynek most az a dolga, hogy várja meg, amíg odaérek, hogy egy másik kézzel, egy sokkal finomabb, sokkal szakmaibb kézzel ismét hozzá tudok nyúlni. A meggyúrt anyagomat most meg tudom szépen hideg fejjel szerkeszteni. Akkor én most már ki is olvastam a sorok közül, hogy most van a pihentető fázisában. Igen, ezek igen, most kell a tészta. Kell a tészta, és miféle jóféle ennivaló, kisütnivaló ez belőle. Remélem. Én is nagyon remélem, és mondom még egyszer, most már harmadszorra, vagy sokadszorra, reméljük minél hamarabb, de nem sürgetlek. Köszönöm szépen, drága kincs, én napestig tudnám ezt vele csinálni. Addig is jönnek a részletek, megtöltöttem a folyóiratokat részletekkel. Igen, igen, itt a látó, ez csak egy példa volt, de ott van a Székelyföld folyóiratban jelen. Igen, és jön a Helikon most Helikon is. És úgy sorra megint 3 havonta a Székelyföld. És de azért az egész kötetet nem fogod így, ugye? Szere, nem, apránként. Nem. Mert ha igen, az is jó, csak 500 ezer leütés a fanfogalmad, az mennyi? Rengeteg. No, de addig is akkor, hogy kellőképpen csigázzál bennünket, olvassatok, látó Székelyföldet. Vegyétek meg a folyóiratokat. Helikont, igen, mert abban ott vannak a nagyon izgalmas részletek. És hát én várom, mondom, hogy újra egy Vadi Jó Tamás Kincső kötetet a kezembe fogják. Meg, hogy újra beszélgessünk. Én köszönöm nagyon, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy meghívtál.
Nektek is köszönjük nagyon szépen természetesen a mai figyelmeteket is. Érvényes ez a jövő hétre is, amikor újabb vagánybeszélgetés, újabb nem is akármilyen meghívottal, úgyhogy tartsatok velünk. Addig is, ha van ötlet, hogy ki legyen a Pertu vendége, bátran írjátok meg kommentben, hozzászólásban, üzenetben, vagy ahogy tetszik. Nyomjatok egy-egy lájkot ide meg oda, és mindenképp kövessetek be bennünket a közösségi médiában, és természetesen a YouTube-on a kis csengőt is érdemes beállítani. Köszi, hogy itt voltatok, találkozunk egy hét múlva, sziasztok! Ez itt a Pertu, háromszék legközvetlenebb portré podcastje.